Sziasztok, Krahen vagyok, és egy újabb Guild Wars részen jelentkezem. Most ebben a klánban van a legerősebb, ez egy 705.000 pontos játékos. Úgyhogy hát nézzük is meg, hogy milyen bázisa van. Remélem sikerülni fog talán. Ha vannak is trúpok is. Jó, hát akkor itt az ideje ki, hogy menni fog-e a szitu vagy sem. De valahol annak ide képre kéne majd lerakni. Le is teszem. Jó, remélem azért gyorsan ott majd beindul középre. Ezt a skult majd betankolja. Igen, jó. Király, hát elsőre lement. Jól van. Na, bevált a taktika. Mázli azért, hogy a Anubis előbb besietett, mint mondjuk itt a Pupin elkezdett volna betörni itt a ajtón. Na, már 96%. Ó, és megint nem néztem, mennyi pontot ad, de hát valószínűleg 400 pont fölött ad, mert szóval hiányzik egy fal, és hiányzik oldalról be lehetett volna menni. Jó, 446 pontot adott ez a játékos, vagyis hát nem maga a játékos, ugye a rendszer a játékos. Nem? Na, itt a következő áldozat, ez a 167-es. Úgyhogy nézzük meg neki is a bázisát, hogy milyen fából faragták. Aha, de úgy látom, jó kemény fából faragták. Aha, jó, az egy Ronin vagy mi a nyavaja. Hát nem tudom, hogy sikerül-e majd itten magunkévá tenni. Megpróbálom mind a szélére így szét operálni itt a hősöket, hátha. És akkor igen, ott remélem Anubis így betankolja a kis school. De így, már egyszer meghalt, úgyhogy nem jó. Látom, meghalt. Jó, nem, a school meghalt. Jó. Azt hiszem Anubisra, de tegnap volt egy ilyen event, hogy hármat kellett pörgetni ilyen raid-re, és mármint ugye ilyen a másik képességeknek a dolgára. És azt hiszem maga biztra valami jóság került ilyen, hogyha ütik, akkor annál kevesebbet sebez az ellenfél benne, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Azt hiszem valami ilyesmi került rá. Na, de nem is néztem, hogy mennyit kaptunk érte, de majd a végén megnézzük. Ez a 159.990 akármennyi pontos a következő. Mondhatni majdnem 160.000-es. Na. Ó, és amit elfelejtettem, kupokat készíteni, de hát nem probléma, úgy látom, hogy megoldjuk anélkül is. Főleg, hogyha Anubis jól viselkedik. És fogja, és betankolja, mint az előbb a skult, meg a másik skult. Jó. Most már csak... Oh, király! Királyság van! Nagy királyság van! Levertük ezt is, úgy érzem. Ó, hát... igen. 52%, vagyis ez most már 56. Jó, na hát ez egy frankó. Nagyon frankó. Nagyon-nagyon. Jó. Na, 490. Adott ez a játékos. Na, nem tudom, mi lesz a következő, de azt hiszem van még egy 150. Igen,
egy 150 ezeres, de azért gyorsan megnézem. Ha? Igen. Akkor itt ez a 152 ezeres lesz a következő áldozat, és akkor majd utána, ha ez lement, akkor átmegyünk a következőre. Ami majd látjuk, hogy hol lesz. Jó. Na, egyenlőre itt lepakoljuk a kis ősöket. És akkor megint szeretném, hogyha itt a Anubis így bemenne itt a bázison belőre, és akkor így szépen-szépen betankolnám, mint hogy az előző kettő vagy három küldetésbe a Skult, itt is a Skult, itt is Skult, jó. Jó, nem számít, az a lényeg, hogy nyírják ki a bázist. Ha a Skull életben marad, az nem számít. Valahol egy épület ott van. Úristen. Jó. Jó, hát egy kicsit levert a víz, hogy itt öten nem bírnak egy Skull ellen, de hála Istennek megoldották. És kaptunk 403 darab pontot. Na. Ó, és még maradt egy támadás, úgyhogy akkor ide visszamegyünk a 150 ezreshez. Láttam, hogy 149. Ez nem fog lenni. Akkor azt beoperálni. Na. Ott van az ellenségem. Ott. Bizony. Na jó. Hát ezt meglátjuk, hogy sikerülni fog-e. Ez valószínűleg. Ez nagyon rosszul fog elsülni. Én már úgy látom most előre így. Gyorsan. Bár lehet Anubisnak az a extra skillje. Ó, ez lehet, hogy azt, ami jött ott elő. Jó. Ez majdnem megvolt. Nem adjuk fel. Csináljuk a dolgot, hogy megpróbálom kinnen támadni. Kipróbálom. Á, nem. Anubis kerül. Jó, ez így nem jó. Anubis kerül, az a baj. Hogy megpróbáljuk úgy csinálni a dolgokat, hogy merről megyünk, hogy innen megyünk el. Innen indulunk, és akkor úgy, Anubis, bírt ki. Jó, ez így nem jó. Jó, hát ha túlélik, akkor jó, ha nem, akkor nem. Elnyit nem. Innen alulról nem szabad elindulni. Kéne egy kis trúp, és akkor itt ki tudnám cselezni itt a dolgokat, de most sajnos mindent elfelejtettem, úgyhogy most megpróbáljuk így. Ha nem számít, az lényeg, hogy Anubis vs. Anubis, és akkor meglátjuk, hogy mi a szitu. És remélem, hogy addig ki nyírpákolják itt a másik Skult, meg azt a jóféle hőst ottan ki kéne írtani. Sőt, meg is halt! Ne! Király! Na akkor, nincs más dolog, mint hogy ott nem tudom, ki ellen küzdötök. Ja, még izé Anubis ellen. Jó, de azért Grizzly már elindult befelé. Au, veszélyes. Új, Grizzly fog tankolni, úgy látom. A Grizzly tankol, és betankolta. Jól van. Jó. Király. Na, és nem halt meg egyetlen hősöm se? Nagyon király. Atomjáró. Nagyon. Na, király. Ez a Gunslinger az ottan nagy kihívás volt, és 400 pontot adott a játék ezért a csatáért. Gyorsan meg is nézzük itt az összesítőt, ugye elfogyott az összes kardom, pont nem látszik tőlem, de se baj, a nulla az pont látszik, úgyhogy nézzük is meg, hogy akkor azért nem is tudom melyik, 409 pontot kaptunk, amit nem láttam. Úgyhogy jó, na. Mi történt? Túlságosan lemaradtam, jelenleg ötödik vagyok,
2073 ponttal. Hát ugye most ugye a top 5-öt megütöttem, úgyhogy ennél többet jelenleg nem tudtam volna szerezni. Ugye itt most pont alapján dől el a helyezés, mert valószínűleg mindenki beüt itt a top 5-öt, ha nekem sikerült. Á, még pont látszik tőlem, így a fejem mellett így pont jó. Na, láthatjátok, 5. vagyok. Remélem, hogy nem előznek meg. Ó, nem akartam ilyet rányomni. Na, hát nem maradt más, hogy megköszönjem a figyelmet, hogy a videót. Ha tetszett, akkor csapassál rá egy lájkot mindenféleképpen. Hogyha még nem iratkoztál a csatornára, akkor iratkozz fel, és akkor majd a következő videóban találkozunk. Sziasztok!